Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispályás labdarúgó bajnokság 11. fordulójában léptek pályára a héten az első osztályú csapatok. Ismét egy gólokban gazdag találkozót tudunk mutatni Önöknek teljes egészében. Az egyre erősebb, egyébként 6. helyezett Mercurius Tours a 2. Fedél Kft.-vel mérkőzött. A Városi Kispályás bajnokság első osztályának 11. fordulójában Mercurius Tours Fedél Kft. Összecsapás a Mercurius Tours piros-kék mezben, jobbról balra támad még a Fedél Kft. Ellentétes irányba fehér mezben, piros nadrágban. A Mercurius Tours meglehetősen megerősödött az utóbbi fordulókban. Ez már a 4. meccse az új összetételben a Mercuriusnak. A bodajki nagypályás játékosokkal egészültek ki, és igen komoly együttest alkotnak így. Jelenleg 6. a kabajnokságban 18 ponttal. 9 mérkőzésen 6-szor győztek és 3-szor szenvedtek vereséget. A Fedél Kft. Pedig jelenleg a 2. 20 ponttal. Ők 6-szor nyertek, 2-szer végeztek döntetlenre és 1-szer kaptak ki. Fedél Kft. Is mondhatni meglepetés csapat, hiszen tavaly egy erős középmezőny, erős középcsapat volt, és most azt kell, hogy mondjam, hogy dobogóra, sőt talán még jelen állás szerint a bajnokságra is, bajnoki címre is esélyes lehet. Agresszív, jó és látványos játékot játszanak. Az első helyzet a Mercurius előtt adódott. Varga bedobását Domján Attila fejelte a kapu mellé. Borostyán Horváth Zsoltot futtatta volna. Rövid volt azonban a labda. Domján vállalkozott lövésre a térfél közepéről. Labdája elkerülte a kaput. A 3. percben járunk. A legutóbbi fordulóban a Fedél Kft. 8-5-re verte a Sümés Barátait, míg a Mercurius 3-0-ra a fészeképítőket. Egy szabálytalanság Zab Zoltánnal szemben. De Fedél végezhet el szabadrúgást. A 3. percben a kaputól mintegy 11 méterre. Tóth lángnak haza. Revelant. Béres. Salac. Laszlámos keresi a társakat. Borosján Vargát csapta be egy csellel. Aztán Damján Attila ért be a labdába. Zab Béres szerelte. Béres még nagyot esik. Zab csúszott be hátulról. Jogos a szabadrúgás a Mercurius javára, és egy 2 perces kiállítással is bűnhődik a Fedél Kft. Zab Zoltánnak kiállított fél. Az 5. percben járunk. 9 méterről jár a szabadrúgás. Salac János a labda mögött. Béres is várja a játékszert. Kapja is. Elkerülte a kaput lövése. Kirúgása, Revelant. Béres. Salac. Oh.
Balogh Árpád lőtt kapura. Labdáját szét tévesztett. Lám kirúgása Tuiner fejeli le. Béres. Domján átlépte a labdát. Tóth pedig felszabadított. Tuiner. Vargatotta volna be középre. Levágódott azonban egy védőről Horváth Zsolt. Salacsér lábáról hagyta el a labda a játékteret, így szöglet lett. Fél perc van még hátra a Fedél Kft. Kiállításából. És Horváth Zoltán végzi majd el a szögletet, amit egy bedobásra vált. Horváth Zoltán bedobása, Horváth Zsolt fejelte volna le. Salacs mondta, kézzel ért volna a labdához. És kifelé jár a szaladrúgás. Kiegészült a Fedél Kft. Salac. Béres. Varga. Béres. Lánk vetődik. Ki visszakerült a labda azonban Béreshez. És aztán az ismétlésnél már nem hibáz, az üres kapuba lő. A hetedik percben tehát megszerzi a vezetést a Mercurius. A gólszerző Béres Zoltán. Salac. Tuiner. Salacnak vissza. Radalant. Varga csúsztatta meg. Horváth Zoltán. Borostyán. Balló. Borostyánnak játszotta volna vissza a labdát. Tuiner. Varga. És Horváth Zsolt fülelte le az átadást. Balló. Szöglet. Keményen berőtt labda középre. Annyira kemény volt, hogy mindenki mellette elszállt a labda. Domján. Varga. Lánk húzta a labdát. Tóth. Horváth Zsolt. Jól tartja eddig. Horváth Zsolt még két ember között próbálna elmenni. Tuiner lépett közbe szabálytalanul. Visszarendelik a labdát. És Tóth Péter végzi el a szabadrúgást. Borostyán Csaba. Horváth Zoltán sarokkal próbálkozott. Nem találta el a labdát azonban. Egy szögletet azért kiharcolt. Galló. Horváth Zoltán esik el a hatoson belül, nem történt szabálytalanság. Salacs húzza meg a jobb oldalon. Horváth Zsolt lépett belé. Tuiner. Balog. Béres elnézést. Salacs. Domján. Béres. Tuiner mellé. Láng kirúgása. Egészen át a túlsó kapuig. Revalant Zoltán vett egy irtokba a labdát, aztán most már Tuiner Viktor a labdával. Domján felé. Gyönyörű gól!
Domján Attila maga elé engedte a labdát, és egy pattanás után jobbal lövésre vállalkozott meglehetősen éles szögből, és gyönyörűen vágódott a labda a hálóba. 2-0 a Mercurius javára a 11. percben. Szöglet. Balló szöglete. Majd pedig bedobása Horváth Zsolt. Visszahúzta ugyan, de kapura már nem tudott vele fordulni. Rózsa. Rózsa Csaba még mindig Revelandról jön ki. Aztán Horváth Zsolt az oldalhálót találja el. Szögletet ítél a játékvezető. Beleért egy Mercurius játékos. És ott van a szépítés. Balló szögletéből Horváth Zsolt volt eredményes. 2-1 az eredmény. És még mindig csak a 11. percben járunk. Pújner. Béres, Salac, majd Domján. Salac. Béres. Revelant. Pújner. Fedél KFT-jel bedobásúba. Lang dobta ki a labdát messze. Ismét a fehér mezesek vezethetnek újabb támadást. Az egyenlítés érdekében Horváth Zsolt. Varga támadta, azonban jól tartotta a labdát. Tóth. Ballót kereste labdájával. Béres, majd Tújner játékszerrel. Domján. Béres. Salac. Tújner. Nem volt veszélytelen, Rózsa lépett bele a labdába, ami azért elkerülte a kaput. Revelant kirúgása. És szabad rúgása Mercuriusnak. Borostyán Csaba volt szabálytalan. Varga kéri ki a 3 métert. Aztán a játékvezető sporttárs ki is méri. Tóth Péterről vágódott vissza a labda a Mercurius tér felére. Domján. Balóról megy ki. Salac. Varga. Domján. Béres. Béres lövi rá, Lánk hárít lábbal. Salac. Béres. Vissza Salacnak. Béres. Borostyán fülelte le a paszt. Balló. És Domján szerezte meg. Béres. Domján, majd Salac. Többet birtokolja a labdát a Mercurius Tours.
Sebastian. Horváth Zsolt. Béres. Varga. Érkezik Domján, és Láng szedi fel a labdát. Tóth. A 16. percben járunk. 2-1-es Mercurius vezetés. Horváth Zsolt bevezása. Balló. Salac piszkált bele. Balló. És keresztbe lövi a kapu előtt. Nem érkezett bent középen játékos társa labdára. Így oda lehetőség. Tuiner. Béres. Salac. Balló. Horváth Zsolt szerelte Tuinert. Ebből indulhatott ismét a felél akció, azonban gyorsan elakadt. Salac. Béres. Tuiner. Vékony. Salac. Béres. Kifelé jár a szabadrúgás. Domján esett el a 9-es vonal előtt, ám ő volt szabálytalan. Balló. Nagyon szépen csapta be Vékonyt, aztán középre passzol. Rózsa még elcsípi a vonal előtt. Nem akarok, nem veszélyeztették igazán. Balló. Vékony lépett bele. Salac. Béres. Domján. Salac. Béres indul meg a jobb oldalon, nem kapja. Vékony. Domján. Levágódik a lövése. Horváth Zsolt távolról elkerülte a kaput lövése. 18. perc. 2-1-es Mercurius vezetés. Béres. Salac. Tuiner. Béres. Zab. Domján lökte. Zab. Horváth Zoltán majd Ódor a labdával. Nem volt rossz az elgondolás, azonban picit gyorsabb volt a labda a kelleténél, vagy éppen Horváth Zoltán futott lassabban, mint ahogy azt Zab várta volna. Salac. Balló támadja. Salac könnyedén hozza a labdát. Horváth Zsolt veszti el, aztán Horváth Zoltán segíti ki. Öt perc van még hátra az első fél időből. Salac. Domján. Reverant. Béres csúsztat. Nem sokkal került el a kaput. Lángi kirúgása. Domján fejeli vissza. Balló. És Vékony érkezik hátulról. Összerel szabályosan. Salac indul meg. Horváth Zoltán kerülti haza, és Lángnak kellett felszabadítania.
Kuhner dobta az a labdát, aztán Revaland hagyítja ki. Zab. Horváth Zsolt. Zab kapja vissza. Salac. Revaland. Balló támadta. Salac. Kiek húzódik most a fedél. Már a Mercurius tér felén megpróbálják megzavarni a piros-kékeket. Béres végzi majd a szabadrúgást, legurítja Domjánnak. Béres kapja vissza, nem tudta előni, már odaérkeztek a fedélvédők, aztán végül is rászúrja a kapura. Lánynak kellett hárítania. Salac. Domján. Domján még. És Horváth Zsolt indulhat meg. Vékony szereli. Balló bedobása. Inkább rúgja. Horváth Zsolt pedig ő is rúgja, csak éppen az oldalvonalon kívülre a labdát. 23. perc. 2-1-re a Mercurius Tours vezet. Vékony. Bódor támadta hátulról, és Vékony Tamás van olyan rutinos, hogy rögtön el is esik. Horváth Zoltánnak kell megadni a 3 méter. Aztán Balúj csatlakozik hozzá. És szöglet. Béres szöglete. Ismét elhet egy bedobással. Láng érkezik, Kidomján lövj el és nagy gólt lő. Láng ugyan kiütötte a labdát, azonban az lipattant a hatoson kívülre, ahol Domján várta, és egyből kapásból lő, és a bal kapufáról vágódott a hálóba a labda. A 24. percben telt Domján Attila immár második góljával 3-1-re vezet a Mercurius Tours. Revaland. Vékony. Zab. Zab lő mindig, ketten zárnak össze előtte. Balló, és Revaland hárít, és most már birtokba veszi a labdát. Ez egy nagy lehetőség volt. Béres bedobása vékony, Horváth Zoltán emeli ki. Az első félidő utolsó percében járunk. 3-1-es Mercurius vezetés. Domján bedobása. Béres lépett még oda szabálytalanul. Még a szabadrúgást elvégezheti a fedél Kft. Zab lövi el távolról, elkerülte a kaput. Balló méltatlankodik is, hogy miért nem inkább. Felvezették a labdát, kéz Horváth Zsoltnál. Salac.
és mostan vége az első fél időnek, tehát a Mercurius Tours 3-1-re vezet a Fedél Kft. Ellen. Útjára indult a labda a második fél időben is. Béres lövi el a félpályáról a kapu mellé. Olyan a pár perc szusszanás, mennyire használ a Fedél Kft.-nek. Rendezik-e soraikat a fehérmezesek? Domján harcoltak labdáért Horváth Zsolttal. Balló. Horváth Zsolt lőtte volna el, azonban Domján keményen belelépett, ezzel megakadályozva a labda útját. Varga. Varga még. Domján, kapufa. Nagy lövés volt. Balló. Varga érkezik, mehet tovább a játék. Varga még. Zab lép oda. És ezt is tudták tovább a játékvezetőt. Most a második fél időben engedik a keményebb játékot. Borostyán. Varga érkezett. Zab. Ezt most már lefújják. Salac. Érte el a vonal előtt, hogy a Fedél dobhat. Ódor mellé. Varga. Salac egyből vissza. És Varga keze ért a labdába. Zab. Fölé. Kirúgás lett a dologból. 29. perc. Mercurius Fedél. 3-1. Domján. Ódor érkezett keményen. Zab. Ódor. Vékony mellett próbált volna elmenni. Vékony Tamás azonban ezt nem engedte. Borostyán. Balló lába alatt suhan el a labda. Kocsis Balázs bedobása, Vékonyt kereste, Láng szedi össze. Balló, Zab, lyukat rúg. Kocsis bedobása ismét. Béres. Ódor. Borostyán. Lán. Borostyán.
Balló. Jól tartja a labdát, aztán nagy gólt lő. 3-2. Balló Sándor óriási gólja. Félfordulásból, rövid sarokba. A 31. percben. Balog. Salac. Reveland. Balog. Kioszt egy kötényt Ódornak. Azonban a labda elhagyja a játékteret. Domján bedobása vékony. Nem tud kapura fordulni. Szöglet. Szöglete. Aztán ismételhet. Láng kapus keresi az embert. Ballót választja. Rózsa, Balló futtatja, nem is érte el. Salac. Újból el kell végezni a kirúgást. Revenant. Szöglet. Borostyánról hagyta a labda a játékteret. Vékony sarokrúgása, Béres. Nem érkezett segítség, így ebből indulhat a fedél. Rózsa, Balló, Reveland érkezett ki jókor a kapujából. Horváth Zsolt elveszti. Salac. Balog. Balog bedobása. Vékony. Ódor. Oda lőtte, ahol nem volt játékostárs. Most visszavettek az együttesek az iramból. A 34. percben járunk. 3-2-es Mercurius vezetés. Ódor indul meg belőle, és Balog szereli jól. Szabad rúgást reklamálnak a fedél játékosai, Vékony pedig elveszti a labdát, elhagyja, nem tudta bekanyarintani középre. Rózsa, Salac előzte meg Ballót. Horváth Zsolt, Balló, Reveland hárít. Ódor bedobása, Balló sarokkal próbálta megjátszani a kaput. Láng. Balló rántotta le magával a Salacot, én úgy érzem, mert mind a ketten fogták egymást. A játékvezető tovább intett.
Salac. Vékony. Véres. Domján. Véres. Salacnak hátra. Baló. Horváth Zsolt szerelte, és kiarcolt egy bedobást. Rúzsa lőtt. Kapásból, főfordulásból azonban belelépett a lövésbe. Vékony és Véres Zoltán a kapuban, a labda viszont nem. Horváth Zsolt. Rossz lövés. Nem találta el jól, így elkerülte a kaput. Tujner. Domján. Tujner kapja vissza. Domján. Horváth Zoltán emeli ki. Baló lőtte Salacot. Jogos a szabadrúgás. Tujner. 37. perc. Revelant. Kifelé jár a szabadrúgás. Tóth. Balló szerzi meg, és kiegyenlít. Balló Sándor harcosságát dicséri ez a gól. Pattogott a labda. Meg tudta szerezni Salac János elől. És végül a bal alsó sarokba gurította a labdát. A 38. percben tehát Balló is dupláz, és már 3-3 az eredmény. Balló kapja. Tomján lépett bele lövésébe, Rózsa, aztán Bérej Zoltán hozza el. Horváth Zoltán lépett közbe, Horváth Zsolt pedig felrúgja Bérest. Salac. Béres. Rózsa lépett ki és lőtte meg. A szabadrúgás fontos helyén vitatkoztak a játékosok, aztán most már el lehet végezni a pontrúgást. Béres Zoltán át a túloldalra Tujnernek, aki egyből vissza középre, és Horváth Zsolt szeridíti meg, aztán Balló. Béres. Salac. Domján. Béres. Domján. Nem lőtt el. Béres. Ő viszont igen, levágódott a lövése, és Salac egyből a félpályáról. A labda azonban elkerülte a fedélkapuját. Láng kirúgása, Salac fejére, Rózsa, Tujner hozza el. Domján. Domján még mindig Horváth Zoltán lépett közbe, és szerelt szabályosan Balló. Balló bedobása. Rózsa. Aztán Varga. Tujner 2-1 ellen, és Tujner ahelyett, hogy lepasszolta volna Vargának. Ellőtte a kapu előtt keresztbe. Ez egy óriási lehetőség volt most a Mercurius Tours előtt. Salac. Véres. Tóth. A 40. percben járunk, tehát 10 perc a hátralévő idő, és 3-3 a mérkőzés állása. Salac. Tujner. Béres. Rózsa szerelte.
Salac, majd ismét Béres a labdával. Kühner, Béres indul be a bal oldalon, kapja is a labdát Béres Zoltán, és Láng hárít. Az ismétlést viszont már beteszi a léc alá. Láng még ugyan ebben is beleért, azonban nem tudta eltéríteni a labda útját a kapu elől. Béres Zoltán góljával újra átveszi a vezetést a Mercurius Tours a 41. percben 4-3. Reveland. Tujner. Róla megy ki a labda. Tóth Péter. Horváth Zsolt. Béres fordítja vissza. Tujner át a túloldalra Salacnak. Béres. Kiharcol egy bedobást. Salac. Revelandnak hátra. Béres. Salac. Varga szeridíti meg, egy szép ejtés, és ott van az ötödik Mercurius gól. Ez egy szép találat volt, ez is egy szép találat volt, pontosabban a 42. percben ismét két gólra növeli előnyét a Mercurius, 5-3 az eredmény ezzel. Balló bedobása. A Mercurius dobhat. Lám-lám, milyen a foci. Le tudta dolgozni két gólos hátrányát a Fedél, kiegyenlített, aztán pedig óriási lövés volt, miközben Reveland hárította Horváth Zoltán lövését, aztán pedig mindössze két perc alatt ismét pillanatokon belül két gólra növeli előnyét az ellenfél. Horváth Zoltán most kapja, és Salacról vágódik ki. Ódor elől Domján szabadít fel. Horváth Zoltán elgurul a lábak között. Ismét a Fedél dobhat. Horváth Zsolt. Ódor. Balló. Salac szerelte szépen. Balló bedobása. Ódor. Egy Mercurius játékos fekszik a kapu előterében. És akkor most állítják meg a játékot. Varga Attila fájdalja a lábát. Komolyabb sérülés nem történt. Így ismét folytatódhat a játék. Horváth Zoltán egészen hátra Lángnak, aki visszarúgja a labdát. Célt tévesztett. Salac. Horváth. Tóth mellé. Kirúgása. Horváth Zoltán csúsztatta meg saját kapuja felé. Horváth Zsolt. Domjánról vágódik ki. A 46. perc kezdődött el ebben a pillanatban. Most már a Fedél Kft-nek meg kell kezdenie a hajrát, és meg is kezdi. Ódor Ákos a gólszerző, tehát a 46. percben, és ezzel ismét felzárkózik a Fedél.
5-4. Pont arról beszéltem az imént, hogy meg kell kezdenie a hajrát a fedélpályfőnek, hogyha pontot akar szerezni. És abban a pillanatban gólt is szerez. Igaz, hogy egyenlítéshez még mindig kell egy találat. Tuiner. Pótról vágódik le. Balló érkezett hátra segíteni. Horváth Zsolt és Varga állítja meg, tartja fel. Horváth Zsolt Tuiner lábáról vágódik le. Láng. Egyből vissza, Salac. Bódor. Bódor Ákos. És Domján csúszott bele önfeláldozóan a lövésbe. Varga. Most Horváth Zsolt érkezett Domján lábára. Meglehetősen keményen. A labdával együtt találta el, így szabálytalanság nem történt. Domján a földön, a játékvezető segíti fel, és le a pályáról. Varga. Láng kapus érkezik. Nagy csebben lobbal. Horváth Zsolt. És Balog állítja meg. Ez is feltartás volt. Horváth Zsolt rendesen megkapja magáit ezen a találkozón. Három perc átra lévő idő a mérkőzésből. Horváth Zsolt Béres üldözi. És szereli is. Ugyanezt teszi Horváth Zoltán vele szemben. Horváth vinni tovább, azonban elakad. A bolyban a labda. A Mercurius dobhat. 5-4 az eredmény, tehát amikor 2 perc a hátra lévő idő. Beveland. Balog. Odor. 3-2 ellen Horváth. És Balló pedig elcsúszik, illetve elesik a hatoson belül. Nem volt közelében védő, szabálytalanság nem történt, Reveland pedig amerre állt, arra rúgta a labdát. Tóth bedobása, Balló. Kiemelik a labdát a Mercurius játékosai. Tóth. Balló. Béres. Tuiner. Béres. Tuiner, Láng. És Varga a kapufát találja el. Megadhatta volna a kegyelem döfést a Mercurius Tours. Kimaradt a helyzet azonban. Az utolsó percben járunk. 5-4-es Mercurius Tours vezetés. Tóth, Horváth Zsolt, és kiengedi. A Mercurius dobhat, tehát egyre fogynak az esélyei a Federer Kft-nek arra, hogy kicsikarja az egyenlítést. És ezt már nem is fogja, hiszen Tuiner szerzi meg a Mercurius 6. gólját. Az 50. percben tehát bebiztosítja a győzelmét a piros-kék együttes, a gólszerző Tuiner Viktor, az eredmény pedig 6-4. Tóth mellé. Szöglet fog majd következni. Balló végzi el.
várja, illetve szólítja fel a társakat, hogy mozogjanak a kapu felé. Még nem adta fel a fedél. Balló bedobása. És hiába minden, vége van a találkozónak, a Mercurius Tours tehát óriási csatában 6-4-re győzte le a Fedél Kft-t. A többi 5 mérkőzés közül 2 is döntetlennel végződött. Az összefoglalók után megmutatjuk önöknek a múlt heti műsorunkból kimaradt 2 harmadosztályú csoport őszi végeredményét. Lássuk az összefoglalókat. A 2 újonc, a Korral és a Fészeképítők összecsapáson gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy melyik együttes tudott inkább alkalmazkodni az elitliga légköréhez. A narancsmezes Fészeképítők nem adott esélyt ellenfelének, alaposan kitömték a Korral hálóját. 5-0-ás állásnál fordultak a csapatok. A második félidőben a Fészek némiképp visszavett a lendületből, s a Korallnak ekkor már egy szépítő találatra is futotta, így a végeredmény 7-1 a Fészeképítők javára. A 11. fordulóban az újoncok egymás ellen csatáztak, így a Széphő Szeder a Cooper SC ellen lépett pályára. Az első félidőben a Széphő mutatott jobb játékot, a félidőben már 3-1-re vezettek a fehérmezesek. A Cooper fordulás után felzárkózott 2-5-ös állásról kiegyenlített, s a végén akár a győzelmet is megszerezhette volna. Nem tette, így a végeredmény 5-5. 2 azonos pontszámú együttes, a 4. Blue Hétfő és a 3. Bombombolt feszült egymásnak az első játéknak utolsó mérkőzésén. A Bombombolt a találkozó elején még nem vette túl komolyan a Hétfőt, s egy védelmi hibából az esélyesebbnek vélt fehérmezesek kerültek hátrányba. A találat után kiegyenlítettebb lett a játék, s ez az eredményekben is megmutatkozott. A csapatoknak nagyon kellett koncentrálniuk a védekezésben, hiszen ha valaki egy pillanatra is kihagyott, szinte már is mehetett közepet kezdeni. Nos, a Bombombolt a szünet előtt ezt gyakorolhatta, s így 2-1-es Blue Hétfő vezetéssel fordultak az együttesek. A második játék részben a Bombon vágtázott az eredmény után és másodszor is, sőt a Hétfő újabb vezetése után harmadszor is egyenlített, így a végeredmény igazságos döntetlen, azaz 3-3. Nagyon jó ellenféle játszottunk meg, mondjuk őszintén. Ismerjük egymást, többen egy csapatban játszunk. Nagyon jó kis meccs volt szerintem. Ez jó hangoló lehet a jövő heti Turul elleni derbire? Hát remélem a Turult sikerül megverni, de egyébként könnyebb lesz szerintem a Turul ellen. Az összes olyan csapattal, aki egy kis terén felszívja magát, mindig ilyen mérkőzés játszunk. Hát az éllovasokkal, akikkel játszunk, azokkal normális mérkőzésen tudunk nyerni. Most mi lehetett a probléma? Hát nem volt ez rossz csapat, nagyon jó kis csapat volt, nagyon jól játszottak, főleg a kontrát nagyon jól játszottak, hát ki kellett támadnunk, ez volt benne, végig ők vezettek. És most valahogy vissza kellett hozni, benne volt a pakliba, hogy kapunk, és akkor ki is kapunk. Sajnos ez jött ki belőle, a következő már talán jobb lesz. Az utolsó előtti bádogos azzal a klubfecával találkozott, amely együttes a 4. fordulóban szerzett utoljára pontot. Az esélyesebbnek vélt gárda ennek ellenére gyorsan hátrányba került. A fehérmezes klubfeca egyhamar nem is tért magához, csupán akkor, amikor a bádogos már 4-0-ra vezetett. Fordulás után egyből gólt szerzett a 2 mezes együttes. A találat után a klubfeca letámadott, s az erőszakos játék eredményeként felzárkózott. Mielőtt túlságosan közel férkőzött volna Máriási csapata, a bádogos egy kontrából ismét 3-ra növelte előnyét. Ezután a tabella hátsó régióján tanyázó bádogos tartotta az eredményt, majd tovább növelte előnyét, s a végeredmény 8-4 a bádogos javára. Kesztyű nélkül is óriási bravúrokat mutattál be, így jobban érzed a labdát? Hát megmondom őszintén, hogy amióta így kis pályán védek, örökké kesztyű nélkül védtem, soha nem védtem még kesztyűt, úgy ezt szoktam meg több mint 10 év alatt, és az a barna, hogyha kesztyűbe kéne védenem. Élvezted a mai mérkőzést? Körülbelül fél éve nem védtem már, most tértem vissza a csapathoz, munkai elfoglaltság miatt nem tudtam sajnos mérkőzésekre járni. Kicsit izgultam, mert a fél év kiadás az elég sok, úgyhogy még labda se volt a környékemen, de azon most élveztem, mert végül is nyert a csapat, és viszonylag jól játszottunk az előző heti teljesítményhez képest. Szerintem az egész meccsen azt mondanám, hogy szétesően, akaratgyengén játszott a csapat, nagyon fegyelmezetlenek voltunk. Megbeszéltük, hogy ki marad hátul, ki játszik elő, akinek hátul kellett volna lenni, az előre ment elő, meg az elején még voltak helyzeteink, de aztán már nem is tudtuk megjátszani a labdákat. A második félidőben azért én úgy érzem, hogy volt akarat és lendület a csapatban, csak rengeteg volt az eladott labda. Végül is igen, akartunk, azt beszéltük szünetben, hogy még nyomjuk meg, hát ha találunk az elején egy gólt, akkor még talán lehet esetleg fordítani is, de
tényleg hát nagyon sok labdát eladtunk, és ebből jöttek a kontrák, és nekik szerintem az egy szerencséjük is volt. Az ő kapusuk nagyon jól védett a mai meccsen. Bár a C plusz V már a találkozó elején beszorította a Süni és barátait saját kapuja elé, mégis a Süni szerzett vezetést. A gól után továbbra is a bajnoki címvédő és egyre jobb formában lendülő C plusz V irányította a játékot, s gyorsan megfordította az eredményt. A pirosmezes Süni a kontrákból próbált veszélyeztetni, és a félidő vége előtt fel is zárkózott, így 3-2-es C plusz V vezetésnél fordultak a csapatok. A második félidőben sem változott a játék képe, és a C plusz V ismét elhúzott ellenfelétől. A Süni mindent elkövetett az újabb felzárkózás érdekében, ám a próbálkozások eredménytelennek bizonyultak, mert a bordómezesek mindvégig tartották a 3 gólnyi távolságot. A találkozó végén némileg az indulatok is elszabadultak, a végeredmény 7-4 a C plusz V javára. Ahogy lefújták a meccset, most már szent a béke? Persze, természetes. Persze. Mi volt a probléma? Mindig rivalizálni szoktunk egymás szokásos ellen. Szokásos mérkőzés elvében egy-egy párharc ütközés. De kömélyen őszinte meg, nagyon utálom az Attilát. Együtt utazunk ki, kb. 500 km-t már nem meguntam. Együtt focizunk ki egy csapatban vagy Ausztriában, és ezért utálom, megmondom őszintén, mert olyan hülyeségeket beszél. De amúgy így meccs után nem kellett volna, mert egyszerű gyerek végül is. Milyen volt a meccs? Szerintem tüzes meccs volt végül, és nyert a jobbik csapat. Tehát mi szívtuk magunkat, amennyire tudtuk, tehát mi ennyit tudunk körülbelül. Sajnos szokás szerint megint épp, hogy ki voltunk. De barátok vagyunk, ám azért. Csak ez benne van. Így jó. Így jó futball szerintem. Nézzük az első osztály 11. fordulójának eredményeit. Koral Fészeképítők 1-7, Szép Hőszeder Cooper 5-5, Mercurius Tours Fedél Kft. 6-4, Blue Bombombolt 3-3, Bádogos Klubfeca 8-4, Süni és barátai C plusz V 4-7, Szabadnapos a Turulány volt. A tabella a következőképpen alakult, továbbra is vezet a Turulány 24 ponttal, második a Fedél Kft. 23 ponttal, harmadik a C plusz V 21 ponttal és negyedik a Mercurius Tours szintén 21 ponttal. Ötödik a Bombombolt 20-szal és hatodik a Blue Hétfő szintén 20 ponttal, leszakadva a Klubfeca 12 ponttal, nyolcadik a Fészeképítők 11-el, kilencedik a Cooper SC, tizedik a Bádogos, 11. a Szép Hőszeder, 12. a Koral és 13. a Süni és barátai 7 ponttal. Az 1B-ben is a 11. forduló mérkőzéseit bonyolították. Vízmű VT Transzman Lankaszköfém 2-5-2, Zöldker 96 Kft. Poyák BT 7-2, Truck Trailer SC Maratonsport 1-9, Ságépítő RT MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. 1-1, Dekebauer SE Hungária Taxi 5-3, Fehérvár Horgászbolt Fevita 3-7, Shell Gáz Más Tészta 0-3. A bajnokságban a MÁV Gépészet vezet továbbra is 29 ponttal, második a Maratonsport 27-tel és harmadik a Fevita szintén 27 ponttal. Negyedik a Poyák BT, ötödik a Dekkebauer SE, hatodik a Truck Trailer SC, hetedik a Vízmű VT Transzman, nyolcadik a Ságépítő RT, kilencedik a Zöldker 96 Kft., tizedik a Lancaster-Köfém, tizenegyedik a Más Tészta, tizenkettedik a Hungária Taxi, tizenharmadik a Fehérvár Horgászbolt és tizennegyedik a Shell Gáz, amely még nem szerzett pontot idén. Őszi végeredménnyel tudunk szolgálni a harmadosztályban, a 3C-ben első a Picicsel, második a Plastronic, harmadik az Öreghegy, negyedik a Lászlóvill, ötödik a Teleki, hatodik a United, hetedik a Xomox, nyolcadik a Prestige, kilencedik a Drink Team, tizedik a Szerencsepatkó vendéglő, tizenegyedik az Agakar, tizenkettedik a Fortuna FC, tizenharmadik az Unió FC és tizennegyedik az Altó. A 3D-ben első a Fehérvár 2001, második az Albalux és harmadik a Sellő FC. Negyedik a Sherman Söröző, ötödik az Ascot Kft., hatodik a Port Aventura, hetedik a Narocipő Kft., nyolcadik a Contact Computer, kilencedik a Vérnarancs, tizedik a Fészek BT, tizenegyedik a Renegát AC, tizenkettedik a Klub Kerék Termék és tizenharmadik a Brooks. A jövő héten két rangadónak is beillő csatát láthatnak azok, akik kilátogatnak a Köfém sportcsarnokba. Kedden a Blue Hétfő a Turulánynal, csütörtökön a C plusz V a Mercurius Tours-szal találkozik. A további párosítások Klubfeca Szép Hőszeder, Fedél Kft. Koral, Cooper SC Süni és barátai, Bombombolt Bádogos, Szabadnapos a Fészeképítők. Én mára megköszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is, a viszontlátásra!